A komáromi zsidó hitközség augusztus utolsó vasárnapján, a hagyományokhoz híven, újra egésznapos programmal várta a látogatókat a Zsidó Kultúra Európai Napja alkalmából. Délelőtt a zsidó temetőben emlékeztek a holokauszt komáromi áldozataira, majd a zsinagógában előadás hangzott el a Közösség jövője címmel, melyen felmerült. A kicsin zsidó közösségek jövője fennmaradása kérdéses. Gondot jelent a polgárok átlag életkora, öregedése, illetve az, hogy egyre fogy a lakosok száma Komáromban és más városokban. Ha van 10 fiatal ember, akik közül 8 elmegy, akkor ez nagyon nagy szám. Ha van 100 fiatal is elmegy 80, még mindig marad 20. Ilyen kis lélekszámú közösségnél, mint a zsidóság, nem marad senki. A jelenleg 40-50 tagú komáromi zsidó hitközség is kisközösségnek számít, ám hagyományainak őrzése, aktív kulturális tevékenysége arra utal, a komáromi zsidóság számára fontos vallásuk, identitásuk. 20 évvel ezelőtt, ha visszanézem az írásokat, az akkoriakat, vagy 30 évvel ezelőtt, mondjuk Ráb Feri bácsi írásait, aki a közösség kronikása volt, ő is arról írt, hogy a pacsorok üresek, itt már nincs senki, és itt már tényleg csak az a feladat, hogy valahogy a temetőnek a kapuja zárva legyen, és az imakönyveket a zsidó hagyomány szerint majd eltemesse valaki a végén. Ennek ellenére ez a közösség még valamilyen módon ma is itt van. Mi is érezzük azoknak az embereknek a hiányát, akik vagy elhaláloztak, vagy elköltöztek innen. Mi mégis azt gondoljuk, hogy valamilyen módon meg lehet azt az utat találni, hogy hogy lehet ezt a közösségi életet egy olyan szinten fenntartani, ami messze van attól, ami az ultraortodox vallásosság, mégiscsak valamilyen módon azt a több száz éves hagyományt, ami van, ezt nem hagyja elveszni. Délután adták át a Kehila és a Kehila haver díjakat. A magyarországi és szlovákiai kitüntetettek között két komáromi hölgy is átvehette a Kehila haver díjat. A Színyei József könyvtár igazgatónője a Spitzer Béla kiskönyvtár katalogizálása során nyújtott segítségért, a Sey János gimnázium tanárnője pedig diákjai felkészítéséért a debreceni Kardos Albert zsidó tematikájú szavalóversenyre. Nagyon kellemes meglepetés, hogy megkaptuk ezt a díjat. Számunkra kötelesség, hogy a könyvtár együttműködjön más kulturális intézménnyel, társadalmi szervezettel, illetve a városban működő keresztény és más vallású közösséggel, és segítsünk, információkat nyújtsunk számukra. Csupa első és egy második helyet hoztunk el, tehát állandó jelleggel a legjobbak közt szerepeltek a diákjaim, és hát tavaly meg is jegyezte a zsűri, hogy iskolát teremtettünk szavalásból a debreceni zsidó szavaló versenyen. Nagy megtiszteltetés számomra. A Zsidó Kultúra Európai Napja záróakkordjaként a Pozsonyi Igényes Nézők Egyesülete adott nagy sikerű koncertet a zsinagógában.